Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a húsvét utáni 11. napon. Isten áldása legyen velünk e mai napon is, melyen hallgassuk meg az ő igéjét, amit olvasok a református Biblia olvasó vezérfonal mai napra kijelölt Ószövetségi ige szakaszából, azaz Józsué könyve 5. fejezetének a 10 -től a 12 terjedő verseiből. Eképpen. Amikor Gilgálban táboroztak Izrael fiai, megtartották a páskát a hónap 14. napján, este Jerikó síkságán. A páska második napján kovásztalan kenyeret ettek a föld terméséből, és pörkölt gabonát ugyanazon a napon. A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, hogy ettek a föld terméséből. Nem volt többé mannája Izrael fiainak, hanem már abban az évben Kánán földjének a termését ették. Eddig az alapige. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Izrael népe megérkezett az Isten által megígért földre kánámba. Kiváló adottságokkal rendelkezett az a föld ahhoz, hogy a nép letelepedjen ott és országot alapítson helyszínt a megszülető Krisztus fogadására. Isten megígérte a földet Izraelnek, de nem ölbe hullottan, hogy el ne bizakodjon. A népnek el kellett foglalnia azt a területet, Birtokba kellett vennie ahhoz, hogy ott Isten terve megvalósulhasson. Isten harcba és munkába küldi az ő népét, de nem elhagyatottan, hanem lépésről lépésre végig kísérten, miközben az Úr folyamatosan hozzáteszi az ő eredményre juttató áldását az ember erőfeszítéseihez. Ez így volt akkor, és így van ma is, és így lesz a világ végezetéig, mert Isten erre kötelezte el önmagát az emberrel a kerességben megkötött, és az urvacsorában pedig szüntelenül megújított, illetve megerősített szövetségben. Isten mindig a szükség helyzetünkhöz mérten segít azoknak, akik a rendeléseinek megfelelően járják az élet útját. Ha kietlen és terméketlen pusztában, akkor az égből hullott eledelt, hiszen az emberi mezőgazdasági törekvések ott hiába valóak lennének. Ám itt is megparancsolta a népnek, hogy pontosan hogyan és mennyit kell szedniük belőle, tehát itt sem hagyta őket ölbetett kézzel várni a csodát. Ha pedig termékeny földön vannak, akkor pedig bele kell fektetni a megmaradásba az emberi észt és erőt, hogy azt az úr megsokszorozhassa. Kedves testvérek, Isten követésében járva e világot, egy vele való nagyszerű együttműködés részesei lehetünk. És ezért érdemes ünnepelni, mint ahogy Izrael fia is tették. Az ő igéi mentén valóságos sikereket, bámulatos eredményeket érhetünk el minden életterületen. De ne felejtsük el hozzátenni a magunk buzgolkodását, Tehetségét, fáradozását, mert erről szól az együttműködés. Istennel összhangban mindenben hatványozottan előbbre tudunk jutni. Nem szabad, hogy megriasszon bennünket az először megtapasztalt nehézség, hiszen az a célba fektetett saját erőnk odatevéséből származik. Vannak, akik ennél a ponnál szokták feladni, és nem várják ki a végét. De mi várjuk ki. Még aztán Isten megbecsüli törekvésünket, és kiárassza ránk a diadalt arató áldását. Amen. Imádkozzunk. Felséges Istenünk, hódolattal tárjuk ki előtted szívünket, és vágyódunk szent lelked vezetése után. Kérünk, vedd oltalmadba, gondviselésedbe életünket, és igyekezetünk mozzanatait áldásossá amen az úrnak minden jóra vezérlő akarata legyen velünk továbbra is áldás békesség